Gyönyörű szép időben ülünk Tóth Sándor nyáradszeredai polgármesterrel itt a focipályákon. Egyelőre nagy a csend. Miért? Igen, nagy a csend, vakációs hangulat van, még augusztust írunk. De azért a gyerekprogramok azért mennek, esténként, délutánonként járnak már a gyerekcsapatok edzésre. Látszik is a háttérben, hogy a kapuk elő vannak és a bólyák készítve. Azért volt szünet, de meg vannak kezdődve az edzések. Tehát a sportélet, ugye azt tudjuk, hogy a mai világban nincs úgy, hogy a gyerekek 2-3 hónapot vakációznak, hanem a vakációból megkapják azt a 3 hetet, 1 hónapot a foci részéről, utána pedig visszakezdődnek az edzések. Hány gyereket foglalkoztatnak Nyáradszeredában a labdarúgás keretében, és maradjunk egyelőre a focinál? A labdarúgás keretében Szeredában 90 körüli gyereket foglalkoztatunk, tudtommal 7 korosztályban, és ez felüleli Ákosfalvától Remetéig a gyerekcsapatokat, a gyerek korosztályokat úgymond, és ez úgy gondolom, hogy nagyjából a maximum, hiszen több gyerekkel indultunk, de mint tudni illik, amikor valami beindul, akkor nagyon sokan jönnek, megkóstolják akár a focit is, vagy bármi más sportágat, vagy tevékenységet. A 90 gyerek az stabil. Évközben egy kicsit nő a létszám, akkor, amikor tanítási időszak van, de ugye tudjuk, hogy ezek a gyerekek valószínű amiatt jönnek, az a plusz gyerek, akik ugye gyerekként azt látják, hogy az osztályból 5-6-on 10-en járnak fociedzésre, és akkor van egy ilyen feeling, hogy ő is szeretne focizni, vagy szeretne néptáncolni, vagy csak mondtam valamit. Emiatt nő a létszám, de a stabil létszám az 90 körül mozog. Ez elég is, ezt ha tudjuk tartani, és profin úgy, ahogy megköveteli tőlünk a szakmai partnerünk, ha tudjuk ezt így tartani, akkor úgy gondolom, hogy ennek a munkának lesz is eredménye. Van folytonosság a korosztályok között, tehát a legkisebbektől egészen a legnagyobbakig, azt tudjuk, hogy van felnőtt csapata a városnak. Most már van, tehát olyan 2 éve van, volt egy 3-4 év szünet, azelőtt szintén volt, de nem ilyen szakmai partnerrel működtünk együtt. Mostantól másfél éve működünk együtt a Csíkszeredai Foci Akadémiával, ők a szakmai partner, hogyha már említettem, és tudjuk biztosítani a korosztályok folytonosságát, és remélem, hogy ennek majd lesz a nagy csapatnál is eredménye. Készülünk is arra, nem akarunk semmit elsietni, de készülünk arra, hogy ezekből a gyerekekből ismét tudjuk visszaadni Nyáradszeredának azt a helyét a megyébe a foci területén, amit ő kiharcolt az elmúlt évek során, vagy a történelme, úgymond a foci történelme során, hiszen voltunk megyei bajnokok, többször a régebbi generációk is voltak többször megyei bajnokok, és Szeredában mindig félve jöttek úgymond az ellenfelek. Ezt vissza akarjuk adni, úgyhogy helyi, nyáradmenti, Maros megyei gyerekekből, hogy ne kelljen vásárolni úgymond pénzekért a felnőtt csapatban játékosokat is. Persze a felnőtt csapat fontos a gyerek edzések miatt is, hiszen hol akarna focizni az a gyerek, hogyha nem a szeredai felnőtt csapatban, a példaképet azt itt innen kellene elindítani, utána majd a televízió. Jelen pillanatban még félnek a nyáradszeredai felnőtt csapattól? Úgy érzem, hogy jelen pillanatban annyira nem, pedig mindig kell Nyáradszeredától úgy gondolom tartani, mert tudunk tartogatni meglepetéseket. Az az igazság, hogy a felnőtt csapatunk is fiatal csapat. Tehát egy ilyen nagyobb korosztály, 15-17 éves gyerekek, 19 éves, 20 éves gyerekek vannak a felnőtt csapatban. Kell tőlük tartani, tudnak focizni, de nem tudják hozni azt a tapasztalatot, azt a stabilitást, ami kell egy szezon kezdetétől a szezon végéig. Tehát ma nem tudjuk azt mondani, én sem merem, akármennyire optimista lennék a foci csapattól, vagy akár a személyemből is kiindulva optimistaként, hogy a bajnokságot meg akarnánk nyerni. Viszont mindig azon dolgozunk, és minden meccsre úgy mennek ki a szeredai fiúk, hogy azt meg kell nyerni. Emiatt tudunk tartogatni meglepetéseket még a legjobb csapatoknak is. Ez a szakmai partnerség, ez milyen előnyt hoz a település számára? Elsősorban infrastruktúrális előnyöket, de azt gondolom, hogy ennél nem kevesebb, nem is több, hanem majdnem, sőt, annyival fontosabb, vagy legalább olyan fontos a szakmai előny, hiszen ugye azzal a partnerséggel, amit kötöttünk Csíkszeredával, és azzal az anyagi támogatással, infrastruktúrával, amivel tudnak segíteni,
amellett a szakmaiság az nem elhanyagolható, sőt a mai világban a fociban a szakmaiság kötelező, az ők edzésterveik alapján dolgoznak, az edzőket, a szakembereket, azokat folyamatosan képzik szintén, vagy Csíkszeredába, vagy akár Magyarországra, vagy még mondhatom, hogy ezután fog következő távolabb is elmennek az edzők ilyen tanulmányi útra, továbbképzésre, hogy a gyerekeink ugyanazt tudják megkapni szakmailag, amit megkaphatnak Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, vagy az ország bármelyik pontján. Én hiszem azt, hogy a sport is a mai világban folyamatosan fejlődik. Nem az van, hogy beküldjük a pályára a gyerekeket, csak ott van a labda, és akkor baba-labda vagy labda-baba mentalitással neki fogunk focizni, hanem már gyerek szinten el kell kezdeni az elméleti és taktikai oktatást, mert látjuk, és látszott az idei világbajnokságból, hogy egy-egy szervezetten jó taktikával felálló csapat sokkal jobban tudott érvényesülni az idei világbajnokságon, mint a tehetségekkel teletűzdelt dél-amerikai csapatokán. A labdarúgás az lehet egy kitörési lehetőség a helyi fiatalok számára? Ugye én arra gondolok, hogy ne csak az legyen a célja, hogy a nyárászeredai felnőtt csapatban játszon, hanem tudjuk, hogy a fociban van a legtöbb pénz jelen pillanatban. Lehet kitörési cél, és kell is legyen, hiszen Szeredából több játékos is kikerült. Elég, ha megemlítem a legjobbat, úgymond Fülöp Istvánt, aki nemrég került ki Nyárad-Szeredából, vele együtt itt Szeredában pályán nyertük meg kétszer a megyei bajnokságot, egyszer a jogot is, hogy menjünk a harmadik ligába. István tudnélik 3 évet volt itt, abból kétszer megnyertük a bajnokságot, most Istvánt lehet látni a televízióban, úgyhogy a gyerekeknek tudom ajánlani, a fiataloknak, hogy Nyárad-Szereda, Nyárad-Mente tud ilyent is adni, ehhez persze elengedhetetlen a mindennapi kemény munka, és hogy higgyen abba, hogy valamit meg szeretne valósítani. A PlayStation focit azt felejtsék el a gyerekek, tehát ezt merem mondani, hogy akkor, amikor még a mi generációnk, a mi korosztályunk jártunk focizni, akkor eső, jég, hideg nem riasztott el minket, hogy biciklivel akár járjunk edzésre. Most teljesen más körülmények vannak, sokkal jobbak, mint ezelőtt 15-20 évvel, és ezt az előnyt, amit tud adni ez a mai, úgymond közhangulat, közpolitika, a mai infrastruktúra, a mai adottságok a sport területén, azt használják ki, éljenek vele. Elméletben se kaptunk annyi oktatást, mint amennyit kapnak most a gyerekek, csak focizni kell, és bátran ki kell állni a pályára, és felejtsék el, amint mondtam, ezt a PlayStation focit, és ezt a Neymar típusú hengerőzést a földön, hanem tényleg a horvát mintára álljanak oda focizni, és akkor lehet belőlük Fülöp Isti, vagy lehet belőlük akár harmadik ligás játékos is. Jelen pillanatban Szász Tamás ugye ott van, ő is itt focizott a Politechnika Temesvárnál másodosztályba, tehát innen Szeredából is kerültek ki olyan játékosok, akiket a televízióban tudunk nézni. Beszélgettünk a labdarúgásról, a focin kívül milyen lehetőséget tud még kínálni Nyárad-Szereda a fiatalok számára, milyen sportágban? Szerencsére, hogy az iskoláinkban úgymond jó katornatanárok, de nem csak emiatt, hanem Szereda is odafigyel arra, hogy a tornatermekben ott legyen aktivitás. Ne csak délutánonként, akkor, amikor ugye adminisztratív szempontból ki tudjuk adni bérbe a tornatermeket, hanem az iskolásaink is aktív sportéletet, vagy legalább torna órán aktív sportéletet éljenek. Ebben jó partnerek a tornatanárok, és kézilabda, judo edzés van délutánonként, taekwondo edzés, lovakra is próbálunk odafigyelni, tehát lovastábort is szerveztünk, sítáborokat szervezünk azért, hogy minél több olyan sportolási lehetőséget próbáljunk megmutatni a gyerekeknek, amit akár ők megszerethetnek, és utána aktív módon tudják azt űzni, de beszélhetek itt akár egy mászófal építéséről is, mert a megújult tornaterembe, ami most hamarosan lesz átadva, ott egy 7,5 méteres mászófalat biztosítunk a gyerekeknek, hogy aki az extrémebb sportot is szeretné kipróbálni, próbáljuk ezt megszerettetni. Kínálunk olyan lehetőséget, hogy a gyerekek ezt tényleg használják ki, és érezzék a szülők, a tanárok, hogy nem magunknak, hanem tényleg miattuk csináljuk ezeket. Tehát kézilabda, kosárlabda, taekwondo, judo, ezek működnek nyárad-szeredai szinten. A kézilabda azt tudom, hogy csapatszinten, tehát bajnokságban is be vannak iratkozva a lányok. A judósok azok járnak, és taekwondosok járnak versenyekre, és emellett persze akkor a foci. Említette a mászófalat a sportcsarnokban, és picit pedzegette, hogy ott felújítási munkálatok zajlanak. Mikor az a sportcsarnok? Egy 70-ben épült sportcsarnokról van szó, tornateremről inkább. Nyárad-Szeredában és a környéken így ismerik. Az volt az első tornaterem itt Szeredában. Ki volt használva rendesen, szerencsére.
volt benne, van benne aktivitás, de megérett rá a tornaterem, hogy felújítsuk. És most kapott egy új szőnyeget, 12 mm-es padlózatot kapott. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy a következő generáció gyerekeknek ne fájjon annyit a térde és a bokája, mint nekünk. De emellett említettem ugye a mászófalat, bordásfalak lesznek benne, tehát 4-5 olyan sportra lesz lehetőség abban a teremben, akár teniszre is a felnőtteknek szórakozni, hogyha ki akarják bérelni a tornatermet. Tehát több olyan aktivitásra, ami máshol nem igazán lehet megkapni, de egy kisebb tornateremben erre pont igény van, szükség van, és akár a crossfittesek, akár azok ezek a divat sportok most, amely a fizikai kondíció rendben tartására, karbantartására, de nem csak, hiszen Szeredában van egy nagyon jó ilyen crossfit csapat, akik dolgoznak, és akár az ők kérésére is jött ez a mászófal. Ezt lehet még fokozni mindenféle ilyen crossfit eszközökkel, amelyeket ők használnak. Tehát ilyenre akarjuk az új tornatermet építeni, de meg kell említsem a tornaterem mellett, hogy a bázison, ahol jelen pillanatban vagyunk, itt egy nagy pályás, műfűves pálya fog épülni. Itt a beszélgetésünk pillanatában nem, de úgy gondolom, hogy akkor, amikor látják önök, a nézők ezt a videót, akkor már dolgoznak a gépek, és egy nagy focipálya méretű műfűves pálya lesz, lelátóval és kivilágítással, megvilágítással, úgyhogy még egy pluszt tudunk adni a gyerekeknek, a sportnak, hiszen délután, esténként, amikor már hosszabbodik, vagy nyúlik, vagy rövidül a nap, akkor lehet este is megvilágítás alatt edzéseket tartani. És ugye az sem elhanyagolható szempont, hogy nem a fagyos fűvön kell majd télen edzeni, hanem lehet egy melegebb délutánon ott is edzeni. Tehát a taktikai edzések és azok, amelyekről beszéltünk az előbb, azok elengedhetetlenek, hogy olyan minőségű pályákon edzenek a gyerekek, és olyan eszközökkel, amelyek tényleg modernek és a mai világ, sportvilág kihívásainak megfelelnek. Persze kivilágítva, egyenes füven, eszközökkel passzolni, tehát olyan technikai edzés lehet tartani, amelyek feljogosítnak minket arra, hogy azt mondjuk, hogy akár a nyár elmentő sportközpontja is tudunk lenni. Ezzel ide vonzzuk az egész gyereket, akik szeretnének ebbe a sportba érvényesülni, előbbre haladni, akár mondjuk ki, hogy focisták lenni. Elég egy sportcsarnok Nyárad-Szeredának? Kezd nem lenni elég, ezt érdekesen mondtam, de válaszoltam a kérdésre, hogy kezd nem elég lenni, hiszen ugye van a tornaterem, amit mondtam, hogy felújítunk, azt nem feltétlenül a focinak, mert nem akkora a méretei, de abban kézilabdát, judót, tékvánót lehet. A nagy tornaterem pedig annyira igénybe van véve, és nem is adjuk úgymond drágán, tehát az önkormányzat nem kereskedni akar ezen. Úgyhogy ha ezek a dolgok beindulnak, és tényleg elérik a maximumot, akkor rögtön igény lesz Nyárad-Szeredában egy másik sportcsarnokra. Ehhez megtesszük a megfelelő lépéseket ott, ahol lehet sportcsarnokokra pályázni, hiszen önerőből biztos vagyok benne, hogy Nyárad-Szeredában nem tud építeni egy annál nagyobb sportcsarnokot, mint amekkoránk van. Hiszen a jelenlegi sportcsarnokban, ahol a 20-40-es pálya megvan, ott nincsen lelátó, tehát már egy olyan sportcsarnok kellene, amelyikbe hivatalos meccseket lehet rendezni, akár kézilabda meccset, és ahol a szülők lelátón tudnak ülni, és onnan szurkolni a gyerekeknek, nem a pálya széléről. Azért az ember, ha beérkezik Nyárad-Szeredába, látja, hogy mozgásbarát önkormányzatról van szó, hiszen nem sok város büszkélkedhet kerékpársávokkal. Igen, mi is büszkélkedünk kerékpársávval, viszonylag még rövid, de akár ha valaki 4 kilométert akar kerékpársávon menni, akkor egy oda-vissza úton Szeredába tud 4 kilométert már biciklizni. Ez egy kicsit ilyen közigazgatási helyzet is, hiszen Nyárad-Szereda egy tranzit település is lett, amióta a Sóvárad-Nyárad-Magyaros utat megnyitották. Ez egy biztonsági helyzet is, de ugye ha már biztonsági helyzetet kellett teremteni, akkor miért ne legyen Szereda egy tényleg mozgásbarát, egy biciklisbarát település. És ezt így akartuk összehozni a kellemest a hasznossal, hogy ugye Nyárad-Szeredán áthaladva, akkor érezze az áthaladó sofőr, hogy Szeredába biztonságosan át lehet menni, tehát nincsen veszély az, hogy szekér, bicikli, autó, tehát parkoló autó van az útesten, hanem az a kerékpársávon kívül ugye a sáncon tud parkolni. Nem vagyunk még egy hollandiai kisváros, ezt tudjuk, látjuk, de ezen így próbálunk változtatni, hogy az önkormányzat, a közigazgatás jön egy olyan megvalósítással, amelyet utána már csak a lakosság kell igénybe vegyen, kell használja, és így áttérve arra, hogy legyen egy mozgásbarát, egy biciklisbarát település, ezzel is rásegítve arra,
hogy a gyerekeinknek úgymond példát mutatva sportolással próbáljunk minél több percet tölteni, hogyha nem is aktív sportolóként, vagy intenzív sportolóként, de nagyon fontos az, hogy naponta a testnek megadjuk annyi mozgást, amennyit az minimálisan igényel. Polgármester úr, mikor sportolt utoljára? Én a tegnap. Melyik fajtáját? Biciklisztebb járát szeret a között a tegnap.